Na, jó, sziasztok! Heti vlog 44, és most szerda van. Ugye, ünnepnap, nem dolgozunk, és kimegyünk derecsőn. 10 évente, és ott körülbelül 10 éve történt az, hogy utoljára derecsőn sétáltam haza egy kiló kenyérrel. Úgyhogy ez egy igazán érdekes pillanat. Megyünk, és szerülünk egy kicsit derecsőn. Aztán megyek vissza Debrecenbe, mert holnap dolgozni kell, meg még vágnom kéne egy kicsit. De hát ez ilyen. Na hát jó, sziasztok, Babis Laci vagyok. Heti vlog 44, és hát még pár percen keresztül vasárnap van. Úgyhogy, ugye ez a hét egy kicsit bonyolult volt, mert voltam kint derecskén, de aztán nem volt időm semmire nagy vonalakba, aztán dolgoztam. Utána meg volt egy forgatásom, most ez kettő is volt, amiről nem nagyon beszélhetek. Úgyhogy most itt vagyunk. Vasárnap este 23:55-kor. Csak mivel én tegnap éjszaka forgattam, hajnal 4-kor értem haza. Így. Aludtam, felkeltettek, intéztem a kis dolgomat, elmentem egy megbeszélésre, aludtam tovább, úgyhogy most nem tudok aludni. Viszont Le Canédom, amit ki kéne takarítani rendesen, úgyhogy hát mikor máskor, lakók nagyon fognak engem szeretni, akik mellettem meg alattam laknak, mert úgyis el fogok ejteni pár dolgot. De sajnos muszáj, holnap hétfő, ugye már egy új hét kezdődik, viszont holnap én nem dolgozom. Szintén egy megbeszélésre megyek, majd délután. És ezen kívül nagyon sok minden nincsen, pihenek, mert ugye a hét viszont húzós lesz a munkahelyemben. Úgyhogy meglátjuk, hogy a jövő hét mennyire lesz érdekes, úgyhogy elkezdek takarítani. Felvettem a kedvenc Strillite-os pólómat rajta egy Phantom 4-jel. És majd közben úgyis lesznek valami értelmes beszélgetések. Meg hogy ne legyen az, hogy beszélek közben, miközben szól a zene, azért ben van a fülhallgatóm, és így fog zenét hallgatni. Yeah! Úgyhogy keressünk valami faszánt a zenét. És hajrá! Inkább gyere velem. Éppen azért alakul, de nem az igaz még. Yeah.
mint egy táska volt. Igazából ez egy két forgatás felszerelése. Az egyik az ékem, E2 Mark módja, másik a Sigma FV-vel fel lefele. Magsik monitorok, meetboxok, és ez még nem mind, mert hogy ezeken a cuccokon kívül még vezeték nélkül jelát küldőszert, mondtam, hogy az előbb a táskába kipakoltam. Riggek voltak nálam a forgatáson. Plusz minden, hogy is mondjam, mint egy profi operatőr, természetesen ott hagytam egy marék cuccokon, mert siettem az egyikről a másikra. Úgyhogy ezt a GoPro-t is valójában, csak ezt ma már elhozták nekem. Ezen kívül még egy powerbankot, töltőkábelt, LED lámpát, egy akciókamerát is kihagytam. Ja. Szóval jó ítéget, természetesen minden megvan, és holnap megyek érte. De attól függetlenül is nagyon-nagyon fasza. Úgyhogy... még áthordom a másik szobából a többi szart. És mindenkor valami ami helyet keresni, van mindent felrakom töltőre. Mert nyilván reménykedek benne, hogy jövő héten is lesznek azért majd munkák. Nem tudom, hogy hova tegyem a GoPro-t, úgyhogy tényleg látszódjon minden. Az, hogy itt basszom a rezet, azért az nem az igazi. És benne van az összes Sigma objektív, egy rövid leírás az a Sigma objektívről, az, hogy milyen pajonetre készültek egyáltalán az objektívek, és hogy milyen jelentségből állnak, és nyilván, hogy melyik. Ugye az Art Contemporary vagy Sports, hogy milyen jelölése és miért az. Ez egy tök király dolog, és tudom, hogy nyilván mindenhol ingyen osztogatják, de a Sigma FP is ezért kifejezetten jó. Gondolkozok amúgy, hogy csinálni kéne egy olyat, hogy ilyen sarkot, amiket csak ilyen repicuccokkal, meg dobozokkal, meg ilyesmikkel rakom ki. Mert hogy nagyon sok mindenben van a dobozok, például ott egy 2405 doboza, nyilván Canon, de a színájuknak meg van a doboza, az eredeti pocketemnek meg van még a doboza. És hogy valami, meg ilyen ezekből a repi anyagból, természetesen Nikon nyakpánt, Canon nyakpántól, nyakpasszok, tollak, ilyesmi, hogy ebből valami dekor kéne összerakni. Úgyhogy ezzel még gondolkozom, hogy nagyon-nagyon király volt ez neki. Nyilván, ha jól megcsinálom a szagot csinálom, akkor nagyon szagot tudjuk nézni. De elmegy a korszakban az, hogy rajta van a munkája. Én csak olyan érzik a színház. Hogy elpakoltuk egy forgatás anyagát. És hát nyilván a felszerelés pakoltam el, de akkor is egy kicsit szebben néz ki. Az a mostani forgatás anyaga, itt igazából amit szépen szólt, hogy a cucc. Ki ezek a dobozok, mert szeretnek majd arra, hogy valószínű apának. És hát ez rend lett, szóval Dragon, Zekem, FP, 2,5K, 810 D4, 500-as tükör, 372-szer, 12-24, itt van bent egy 25, 2420, 2405, 85-35, 8mm, 50mm, 28-70, 18-T1-8. Ja, és persze.
Itt vannak még a manuálisak is, szóval hogy azért. Biztos, hogy tuti legyen, itt van egy anamorfikus előtét, ez egy 72-10, 35, 50, 20, 58, 50, 35, 58, 50, 135. Egy csapó, még egy csapó. Meg a mörcs cuccok egyelőre. Úgyhogy nyilván van még mit igazából itt csinálni, de reggel van már, szóval most hát már elmúlt egy óra. Hát figyelj, egy órán át igazából még pakoláztam itt, melyek aludni, mert holnap valójában igazából fel kell kellem koránunk, csak egy kicsit le akartam fárasztani magamat. És meg kell vágnom még ezt a videót, mert általában mindig ezt hétfőnként szoktam mostanában csinálni, hogyha nem dolgozok, ha dolgozok, akkor vasárnap éjszaka. Ha reggel folytatom, akkor folytatom, ha nem, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok!